Az Esperanto egy nemzetektől független, mindenki számára egyenjogú nyelv használatot biztosító élő, mesterséges nemzetközi segédnyelv. Aki érdeklődik a nyelvi rend, azt sok szeretettel várja a Helytörténeti Múzeum időszakos kiállítása Dombóváron. Mivel a nyelvet a városban már 100 éve használják, így helyén való volt, hogy valamivel megünnepeljék ezt a neves jubileumot, így született a kiállítás, melynek megnyitóján a vendégek egy előadás keretén belül ismerkedhettek meg az Esperanto történetével. Ha ezt a tervet megnézzük, ugye a Müller Ádám segítségével sikerült berendezni, de ez az összegyűjtött Esperanto anyagnak csak töredéke. Tehát nem is tudnánk kiállítani most egy terembe itt a Helytörténeti Múzeumban sem, mert annyi az anyag. Tehát a lényeg az, hogy ez csak egy ilyen kett csináló. Az Ádámmal jó kapcsolatot tartunk, így esett a választás a Helytörténeti Múzeumra, illetve hát itt található például Lengyel Pál nyomdájának szedőregája, ahol most éppen mellette beszélgetünk. Tehát ez volt a legaktuálisabb, legszerencsésebb helyválasztás. A nyelvről először 1887-ben adott ki egy lengyel személyszorvos filozófus egy könyvet, melyel egy könnyen megtanulható és politikailag semleges nyelvet szeretett volna megteremteni. Habár egyik ország sem fogadta el hivatalos nyelvnek, az Esperanto több országban is, így Magyarországon és Kínában is a hivatalos oktatás része, emellett közel 25 millió főre becsülik a folyékonyan beszélők számát. A nyelv az irodalomban is nagyon elterjedt. Leisel Berkovics Zamenhofról, aki ugye az akkori orosz birodalom területén, de litvánok és lengyelek lakta részeken élt, neki az anyanyelve, első nyelve a jiddis és az orosz volt, utána Lengyelországban élt, és egész életében tapasztalta a különféle nyelveket beszélő és különböző csoportokhoz tartozó embereknek a nehézségeit a kapcsolattartásban, és ezért ennek alapján jutott el ahhoz a gondolathoz, hogy egy egyszerű nyelv révén könnyebben tarthatnak az emberek a kapcsolatot. Nagyon sokat tudnék mesélni, létezünk. Most is körülbelül 4500 ember x-elte be a országos népszavazásba. A különböző portálokon elérhetőek vagyunk. Különböző ingyenes tanfolyamok vannak. Duolingo is többek között, és Lernunetszol, keressenek bátran minket, és egy hatalmas, ismeretlen világ nyílik ki azelőtt, aki ide belép. Magyar irodalom, Esperanto fordításban olyan gazdag, és olyan nagy mértékben járult hozzá az Esperanto nyelvhez, hogy az irodalom terén megkerülhetetlen az ember tragédiája vagy Petőfi költészete az eszperantisták számára 120 országban. Úgyhogy az nagy hatalomnak számítunk az irodalom területén, de az eredeti irodalom területén is. Nagyon kevesen tudják, itt van éppen Bagi Gyula, az egyiknek, és Kalocsai Kálmán, a két legnagyobb művelője. Sajnos még csak eszperantóul van, nincs magyar fordításban. Én úgy szoktam mondani, a negyedik legnagyobb magyar dráma, az Almafa alatt álmodva, amelyben Éva mind a két fáról letépte a gyümölcsöt. Ezt bontotta ki Bagi Gyula. Amellett, hogy széleskörű nyelvtudást még nem ártott senkinek, ha valaki az eszperantóval kezd el foglalkozni, számos előnyre tehet szert. Van az eszperantónak egy olyan része is, hogy passporta servo. Ez annyit jelent, hogy a világ 120 országában élnek eszperantisták, és hát tulajdonképpen van egy címlista, ahova el lehet menni eszperantistáknak vendégségbe. Természetesen valamilyen módon illik vissza vendégelni a meglátogatott eszperantistákat. Aztán még, ami úgy érdekes lehet
az eszperantóval foglalkozó politikusok listája. Hát most ezt fejből meg se próbálom felsorolni, de például Nagy István agrárminiszter úr is rendelkezik középfokú eszperantó nyelvvizsgával. De sorolhatnánk a sort. Hát egyebekben pedig az eszperantó nagyon sokat segítene a magyarságon, mert előnyelvként tanulva sokkal könnyebben, eredményesebben meg lehet tanulni más nyelvet is, és hát megtanulva persze nagyon sok barátot lehet szerezni világszerte. Amit meg még kevesebben tudnak, a kis iskolásoknak nagyon sokat segítene abban, hogy később az 5. osztályban ne legyenek szövegértelmezési problémái. A híres sakkozó csoda gyerekek apja, Polgár László azt mondta, hogy ha jót akarsz a gyerekeidnek, akkor kezd eszperantóval. És bizony a lányok azzal kezdték. Dombóváron is azon dolgoznak, hogy az eszperantó megmaradjon a köztudatban. A városban idén több program is volt, ami a nyelv köré volt felépítve, többek között a Helytörténeti Múzeum kiállítása is. Az eszperantó már 100 éve jelen van itt, így elhanyagolhatatlan eleme Dombóvárnak. Ezt a 100 évet muszáj meg örökíteni. Ez egyébként a 4. rendezvényünk már, tehát az idén igenis jelen volt az eszperantó. Januárban készítettünk a dombovári izraeli baráti körnek egy táblát, mert egy kétnyelvű táblát, egy magyar eszperantó, és ez a második világháború holokauszt áldozatainak állít emléket. Ez volt az első programunk. Aztán a második programunk májusban volt, ahol sikerült megjelenítenünk a dombovári eszperantó sört, a zöld sört. Hát ezt be is tudom majd mutatni, mert itt van egy üveggel a másik helységben, és hát most ugye a nyomdateremben vagyunk, ahol Lengyel Pálnak a szedőregája, tehát nyomdájának a szedőregája van, és hát tulajdonképpen azért mondtam, hogy napjainkban is jelen van az eszperantó, csak hát ugye ez jobb lenne, hogyha egy kicsit életszerűbb lenne. Természetesen az eszperantó napi szinten jelen van, de egyre kisebb hangsúllyal, mert rohanó világunkban hát nem igazán tudnak az emberek időt fordítani erre. Ezt most azért mondom, mert ugye a 2000-es években közel 40 főiskolást, egyetemistát készítettünk fel eszperantó nyelvvizsgákra, alapközép és felsőfokon, és hát sokan ennek köszönhetik a diplomájukat. Tehát, de azóta sajnos például egyetlen egy jelentkező sincs, ugye közben itt a koronavírustól kezdve egy csomó olyan probléma, ami aztán most már a napjainkban nem is kötelező a diploma mellé a nyelvvizsga, úgy tudjuk. Úgyhogy, de ez nem pontos információ. Hát tulajdonképpen így van jelen az eszperantó. Akit érdekel a nyelv, annak természetesen van lehetősége, hogy elsajátítsa. Online kurzusok is rendelkezésre állnak, de vannak külön eszperantó nyelviskolák is. Ha a nyelv, vagy épp annak dombovári kötődéséről szeretne valaki tanulni, részletes információkhoz tud hozzájutni az interneten. A lehetőség az biztosított. Ha a Google térképre beírjuk, hogy eszperantó nyelvoktatás, akkor a Google térkép meg fogja mutatni a helyet, ahol lehet ezt a nyelvet tanulni, de egyébként a Müller Ádám is készség áll rendelkezésre, illetve hát nekünk is van Wikipédia szócikkünk. Ez a 100 év, ez szinte, ha nem is napról napra pontosan, de naplószerűen felsorolja a történéseket, és korabeli újságcikkekkel, mint például a Fervoista Mondo, ez a magyar vasutas világ, egy eszperantista újság, ez egy eszperantó nyelvű újság. Aztán ugye a Tolna vármegyei újságoknak is van ugye archívuma, és ebben az archívumban is elég szépen találunk anyagot, illetve hát a dombovári helyi sajtóban is találhatunk anyagot. Így állt össze tulajdonképpen ez a történet, ami tulajdonképpen majdnem a napra kész, jelenleg 98%-os. És az országban nem tudok róla, hogy lenne még így összeírva helytörténet az eszperantóval kapcsolatban. Hát ha most a nyelvi részét nézzük a dolgoknak, akkor feltétlenül meg kell említenem a propedeutikai szerepét az eszperantónak. Ugye aki megtanulja az eszperantót, sokkal könnyebben fog megtanulni bármelyik másik nyelveket vagy nyelvet.
Tehát ez egy óriási nagy előny. Egyébként én javaslom a Wikipédiát, ugyanis manapság a Wikipédia nyújtja a legtöbb információt az eszperantóról, a legösszeszedettebben és a legexaktabban. Dombóváron az 1920-as évek óta intenzív eszperantista élet zajlik. Az első eszperantista szervezet 1928-ban alakult, ezt követte a második eszperantó szervezet, Dombóvári Vasutas Eszperantó Szakkör néven. A városban a Dombóvári Eszperantó Barátok névre hallgató nem regisztrált civil szervezet tartja életben a nyelvet és kultúráját.